Azunk így egy csóva tudnánk. Tápos. Aha, oké. Okay. Nem, és most pont egy tápos jött. De szívás. Annyira azért nem. Ha mi nem vagyunk sokkal keményebbek, mint azon gondolkodtam, hogy oké, hogy így szedjük össze a tűzszettet, de hogy nem használjuk még. Ja, hát mondjuk igaz. Jó, mondjuk nekem most nagyon... Jelenleg most a... Micsoda? Kettő tápos. Nekem most jelenleg szerencsére nagyon jó szettem van. Kettő skill. Cucc. Nekem, ja, nekem is izé van, van egy skill, meg egy, hogy hívják. Ez a skill, ez ilyen top, top kettő, nem? Az nem. Igen. Az a... Hát ugyanaz lenne, mint a Thieves, csak a Thieves az jobb bónuszokat ad. Viszont azt hiszem a skill az többet véd. Vagy nem tudom, lehet ilyen nincs amúgy. Aha. Hm. Hát figyelj, én kipróbáltam Kreába, és szerintem jobb a Thieves, mert ezek nagyon jó ezek a bónuszok, amiket ad. Szóval emiatt én erre. Hát én úgy gondoltam, hogy ez kéne inkább nekünk, és itt van az első Essence kristály. Igen, így szerintem többet fogunk tudni enchantolni. Jó. Ja. Szerintem ezt már érdemes lenne itt kéznél tartani, vagy én nem is tudom. Na, négy Electric Essence király. Mondjuk Electric Essence-ben nagyon-nagyon sok van. Ne is törődj vele. Kalózoknál már nagyon sok. Hát de gondolj bele, mennyit használjuk az Electric staffjainkat. Csomót elterünk. Igaz. Szerintem, hát így most már ki lesz elég a sorozat végéig, úgyhogy akármennyit használhatjuk őket. Szóval nem kell velük spórolni. Ja, csak be kell őket enchantolni. Backpack, hát kiseszedem a backpacket már. Feleslés. Azért most kicsit hátba szorítottak, vagy nem tudom, visszaszorítottak itt a mobok. Jaj, négy poke, hát na, mennyien vagytok, jó? Viszont... engem nem nagyon, vagy nem tudom, én nem nagyon... Engem most kicsit visszaszorítottak itt a dolgok. Még jelenleg, de aztán lehet, hogy ingyen hirtelen megölnek. Hát attól függ, hogyha olyan tápos jön, aki kidobatja velem a fegyót, akkor... Akkor baj van. Igen. Ó, vagy egy tápos cave spider. LOL. Mint nekem, mint most például. Szóval nem dob semmit. Ja de, egy Cracknorite helmetet, tehát ez nem túl biztató. Hú, hát így nagyon, amúgy így nagyon gyorsan az XP-t, én már mindjárt 29-es vagyok. Hát szerintem azt a az Essence extractold már le, az már. Mert ott már kis kevesetet is pazaroltál. Aha, jó, igaz. Én 15-ös évvel, ahogy így úgy érzem, így úgy rakosgatom. Most ebből 17-eset raktam le. Csak ott leraktál legalulra egy Essence extractort? Nem, hát kiütöttem és... visszakapott a kiütőd. Ja, visszakapott a kiütőd? Ez nem olyan, mint az Ender Chest. Ja, szóval de ezzel nincsenek problémák. Ja, akkor semmi, én azt hittem, hogy nem kapod vissza, akkor... Jobb is. Na most 18 szintet fogok lerakni. Hogy, ja, hogy bal klikkel kell kivenni. Aha, okay. Hát vagy jobb klikkel rakod bele, és baldal ki. Jó, megvan. És most... Na, kire. Megint egy 18 szintnyit. Ez amúgy jó dolog. És akkor igen, ezt köszönöm annak a kommentelőnek, aki ajánlotta. Na, király. Nagyon is hasznos számunkra. Jó, ez is itt meghalt. Oké, Sider, menj innen. Jó. Amúgy nagyon gyenge a kardom már, mint Sharpness 2, Fire Aspect 1. Hát... nem tudom. Kicsit érdekes. Azt sem tudom, melyik szinten vagyok már, mert hogy így... Na is törődj vele, legfeljebb megjelenik egy random boss. Igazából már nem kell annyira a loot nekünk. Jó, már csak XP-t. Mondjuk... A boss amúgy vajon sok XP-t ad? Nem emlékszem. Hát nem tudom, szerintem... Jó, itt a boss. Figyelj. Ender Giants felvált csak ide. Baj van, tápos skeleton. Amúgy nem tudom, mi ez a tápos mod. Vajon ezt tud vánsatolni ez a boss, vagy mennyire erős? Tud-e vánsatolni? Hát volt rá példa. Vagy tehát vánsatolni talán nem, de hogy nagyon sokat belét sebezni, azt tud. Jó, akkor felkészülök, hogy instantan electric staffozok. Legrosszabb esetben. Emlékszem, hogy egyszer így az arcomba beküldött egy ilyen tűzgolyót, aztán valami... Nem is tudom, elég sokat levitt. Miniature Red Heart. Ha, amúgy tényleg sebez. Saját magát felgyújtott a kipléjel, amit... Hát... Várjál, itt... ha megnyitod az inventoridat, és ott a második ilyen armoros ilyen slotra lépsz, ahol ilyen cuccokat jelenít meg a páncélod mellett.
oda be lehet rakni ilyen plusz életet, ha jól láttam. Valaki ezt a comment szekcióba kicsit tartson már nekünk erről tutoriált, hogy milyen jó isteneket lehet oda berakni, aki esetleg ért hozzá. Mert ott vannak ilyen extra ilyen felszerelések, amiket be lehet... Jaj, bomlik le a torony közben! Hát persze, hogy bomlik le. Mit vártál, Gáborom? Jó, semmi, csak nem figyeltem. Szerintem hirtelen... Hát amúgy sok XP-t nem adott, amióta eltaláltam a XP-t, azóta csak 4-es vagyok. Mintha így lassabban jönne, vagy nem tudom, lehet csak beképzelem. Hát szerintem csak beképzeled, mert nem hiszem, hogy lenne ilyesmi. Jó, viszont én addig lehet hazafizetni. A jó Isten csinál ez? Hol a házunk? Ja, ott van. Lehet hazamegyek, az gyors beencsantolom a kardomat. Jó, nincs messze innen mondjuk a házunk. És csak ide beugrottál. Ja, itt a házunk. Hirtelen nem találtam. Jó. Akkor Golden Gishahl, ez nem tudom mi. Á, mindig valami kidobom. Arany. Kidobom, Essence Lab, Kristály, 42-es vagyok, na. Akkor ebből a Ender Giants Wormet beencsantolom. Nem tudom, az a legerősebb a játékban, nem? Meg a sima Diamond. Igen, az a kettő a legerősebb. Vannak ilyen kardok, amik ilyen vicces bónuszokat adnak, mint például amit a Kalóz király dobott. Ja, hát igen. De úgy más nagyon nincs. Ami érdekes lehetne. Oké. Okay. Sok mindent tudok rakni rá. Ne! Elfejtettem, hogy boss van! Sharpness... Unbreaking... Probléma! Menjek? Nem. Megmenekültem az Electric Staffom segítségével, de amúgy lett volna probléma. Várjál már, Golden Feather-öm eltört, ha jól látom? Aha, eltört, veszem a másikat. Azért vigyázz, hogy a Golden Feather-re idet azért tartsd. Így... Nálam nincs is. Már mindjárt készülök. Igen, mert amúgy olcsó megcraftolni és nagyon hasznos, meg megmenteti az életedet. Aha. Jó, véletlen Soul Stealer-t is raktam rá, az nem tudom mi, de... Nem tudom. Viszont van olyan enchant, amit ha ráraksz, akkor valamit kiszedsz, és lehet, hogy a Soul Tethered is ilyesmi. Uh-huh. Szóval érdemes ezzel vigyáznod. Valamit kiszedek, mint hogy érted, vagy... Várjál. Jó, most ez... Most mondtam, hogy valamit kiszedsz? Igen. Nos, arra gondoltam, hogy vannak olyan enchantok, amiket ha ráraksz, akkor valamilyen enchantot letilt. És azt hiszem, nem tudom, hogy van-e olyan, ami a Soul Tethered letiltja. Ja, hogy úgy ért. Aha, nem tudom. Ez egy jó kérdés. Majd kiderül, aztán vagy jól sikerül, vagy nem. Hát figyelj. Jó. Majd meglátjuk. Okay, valamit akartam magammal hozni. Hát az alig dobott XP-t ez a boss, ez félig se töltött fel. Mindegy, most menjünk, mert rád jöttem. Most van egy egész sok XP-m így a essence-eimmel. Jó, nekem is. Az Ender Giants World, ez most nagyon erős, kemény dolog. Excuse me. Ja, jó. Kicsit összekevertem itt a dolgokat. Nem kell neked egy Rift Blade? Nem. De? Ne. Nem kell neked az a Rift Blade. Ender Shield csak. Na, még XP potit is dobott a boss, most nézem. Sunflower Seed, az mi az Istenre jó? Szerintem ültessünk napraforgókat így random. Figyelj, elültetem. Csináljunk farmot Hexitbe kappa. Hát nem tudom, lehet van értelme. Ó, ez ilyen nagy. Jó. Itt van napraforgó. Hát ez rendkívül örülünk. Közben itt beálltam, ez ilyen old school XP farmolásba, itt ölöm random a mobokat. Ó, itt a Rift Blade, amit ledobtál. Kéne egy kuka. Úgy tényleg, ásd kéne egy ilyen random gödröt. Ja, ott van mondjuk láva ilyen rész. Na most ezt meg kell néznem, ezt a heart cuccot. Hm. Oké. Okay. Van heart canister? Az mi? Nos, ez egy cuccom, hogyha beraksz ezt a... Azt hiszem Icebreaker-nek az egyik ilyen videójában láttam. Egy cuccom, hogyha beraksz így az inventory-nak ott abban a részébe, ahova beillik. Kapsz plusz életet. De what? Kell hozzá empty canister, jeweled apple. Ó, ahhoz csak gyémánt. De várj, mi a neve? Még egyszer, mi a neve? Heart. Heart... Igen. Canister. Ja, itt van Heart Canister. De mi az a Necrotic Bone?
Necrotic Bolt. Nem Wither Skeleton dobja? Jeveled Apple az arra, az gyémántalma, az jó. Necrotic Bolt nem tudom. Empty canister alumínium kell, az majd bányáztunk el. Na a Necrotic Bone az egy jó kérdés, hogy mi. De van egy ilyen miniatúr Red Heartom. Uh-huh. Ami nem tudom, hogy most ezt mi szerint kapjuk. Nem lehet craftolni. Ez mondjuk jó, mert a permamentbe növeli, tehát ez nagyon fontos, hát akkor örökké olyan sok életünk lesz. Igen, igen, igen. Szóval ezzel eléggé sokra mennénk. Szóval Necrotic Bone-ra majd, hát valaki, aki tudja, az írja le, de... Necrotic Bone. Almát elrakom hátra, majd akarunk aranyalmát craftolni. Minek tartunk redstone-t? Nem tudom. Necrotic Bone, mi dobhat? Azt tudom, hogy vannak ilyen necronomic page-ek, tudod, amiket mindig kidobáltunk, de nem hiszem, hogy azzal kapcsolatos vagy, hát lehet. Nem hiszem. Szerintem kérjünk segítséget így a... Jó, hát írjátok le kommentbe, hogy tudjátok aztán. Aztán jó. Pont erre gondoltam én is, hogy komment szekció. Akkor én most elencsantolok. Jó, én már elencsantoltam. Szerintem folytatom a cipőmet. Hát legyen az, én most nem kezdem még el, elvértet én folytatom a cipőt. Lol. Random bányáztam ment egy gyémántot. Szedtem ki, és meglepően sok XP-t kaptam érte. Nem elég tudom, azt hiszem sokat adnak. Hát addig én Toji-ban még szedem tovább a XP-t, ölöm a mobokat, adják az XP-t, el vagyok. Megütöm a krokodét, ez olyan sokat. Ó, akkor most elraktam egy protection-et. Hát alig sebez, alig sebez. Viszont dobott alligátor fejet. 18 szint, 16, jó, ezt most a 16-osat megeszem. És már 19-es is lettem. Gorilla? Wow, van gorilla, nem is tudtam, hát már nincs. Ezek szerint... Feather fallingot nekről kell rakni? Olyan dolgok vannak, amikről nem tudom, mit csinálnak. Én se. Scrap. Jó, csak nézgettem, hogy mi mit tud csinálni, de semmi, semmit. Necrotic Bone. Most erre kíváncsiak. Na mindegy. Eddig elmegyek keresgélni dolgokat. Márra menjek. Oké, és akkor most... Tényleg Golden Feather-öm nincs is. Azt akkor craftolj egyet. Vagy is kell? Hát körbe raksz egy tollat 8 aranyruddal. Ja. Na hát akkor... És hát... most lett egy fullos Thieves boots-om. Hogyha tudnám, mi ez a Fiery Aura, vagy Cold Touch, vagy Exude, vagy Vitality, vagy Blood, vagy Afterlife, akkor lehet meg tudnám ítélni, hogy most mire van szükségem. Oké, és van egy fullos Thieves boots-om. Na, az király, és én meg közben nem tudom, nincsen feather ezek szerint. Ez gond. Ja, nincs featherünk. Nincs. De itt egy alapból lecraftott golden feather viszont. Az viszont ami... az jó. Oké, és a cipőm az fullos, a nadrágomat elkezdtem. Viszont mondjuk nem jó. Biztos, hogy fullos a cipőm, mert nem tudom, hogy ez a Fiery Aura, Cold Touch, ezek mire jók. Ha esetleg tudjátok, írjátok le a komment szekcióba. Szóval nem a Cold Touch az, nem az, amikor jársz a vízen és befagy. Ez csak egy tipp. Le kéne majd teszteni kreatívban. Viszont mindegy, még úgy sem jutunk el ebben a felvételben odáig, hogy... Szerintem nem tudom, melyik irányba induljunk. Nem tudom, ez a tornyos módszer, ez tetszik, szóval szerintem tornyokat kéne keressünk. Szóval induljunk el fölfele, mert arra még addig fedeztünk el fel. Ja, a mapon fölfele? Aha. Jó. Akkor... Kis repkedés. Ja, meg már úgyse kell sok Hexical Essence. Szerencsére. Nem, amúgy már csak egy gyémánt kell. Szóval az kettő essence-et, hogyha találunk mind a ketten, akkor már jók vagyunk. Tudod, mint Gábor, te gyorsabb vagy, szóval... Per TP Gabezun. Na nézzük, itt közben lerepültem, mert... Ja jó, várjunk, akkor van Golden Feather-em, akkor elvileg akármilyen magasra lesek lenne. Aha, nem fog sebződni. Meg amúgy, hogyha Electric Staff-val esel le, akkor se sebződsz. Itt egy nagy hajó. Itt egy nagy torony és egy nagy hajó. Szerintem ezt szokásos módszerrel... Csak nem kéne... tudom, bezárom az ajtót. Jó. Itt a... Ja, bezártad? Már jól van akkor.
Ah, de csak a, lentire jöttem. Aha, én is most ott vagyok, lent vagyok. Ja, hogy már itt vagy lente is, jó. Aha. Ó. Oh. Gunner, vagy... Hát jó. Hát akkor gyorsan, hát amúgy mindegyik tud lőni, szerintem nincs olyan, hogy gunner. Mhm. Még itt van bőr, az kell. Jó, hát igazából sok érdekes... Stuff, hát ezt elhozom hátra. Armor stand, hát már van. Na jó, hát ez semmi. Semmi? Oké, okay, és mehetünk. Akkor go, zsa, fel. Jó, hát bezárjuk. Ezzel lehet amúgy szerintem a legkönnyebben hexikál essence-t. Igen. Szerezni. Mert egy kicsit farmolós, már elvesztette így a hexit a... hexitségét, de úgy vagyok vele, hogy... Hát jó, de minden játék vége fele már így van. Igen. Tehát, hogy... A Golden Feather, gyémánt, aranyblokk, aranyalmaz, na. Ezek még jól jöhetnek. Már közeledik a vég. Hát itt amúgy közeledik. Electric Essence, Crystal Ball, elhozzam, neked kell, vagy nem? Hát elhozhatod, hát ha. Még Crystal Ball, az nem haszontalan. Jó, itt nem volt nálam semmi. Na, 12 gyémánt, itt se volt semmi. Hát akkor jobb is, hogy gyorsan túl léptünk rajta. Ó, menjünk akkor tovább. Menjünk a tornyok.